Geri Gyulával állok itt az FC Ajka elnökével, és arról szeretném önt megkérdezni, hogy hogyan vélekedik erről az idényről, hogyan jöttek össze eddig a tervek, amiket szöttek? Hát először is így a mai mérkőzés után ez egy nagyon küzdelmes mérkőzés volt, talán ez volt a eddigi legnehezebb mérkőzésünk. Gratulálok a csapatnak. Amit továbbra is szeretnék kiemelni még, hogy nagyon sok néző látogatott ki erre a mérkőzésre, amit külön köszönök azoknak, akik rendszeresen kijönnek. Most már stabilan 400 fő fölött van a nézőszámunk, ami azt gondolom, hogy a NB3-as szinten egészen elfogadható, de természetesen akkor leszünk elégedettek, ha majd ezt növeljük. A csapat nagyon jól indult a bajnokságban. 19 ponttal vezetjük most a bajnokságot. Úgy néz ki, hogy a mai forduló után 5 pontos előnyünk van a második, harmadik helyzetekkel szemben. Ez nagyon, nagyon fontos nekünk, hogy nagyon fontos volt, hogy ilyen jól induljunk. És hát ez így nagy vonalakban sikerült is, és hát haladunk a célunk felé. Hogyan tekintetek ti előre? Mi az év végén az abszolút cél, hogy mit kell mindenféleképp elérni a csapatnak? Nagyon nehéz ilyenkor azt mondani, hogy mindenképp elérni. Minden héten azért dolgozunk, hogy a következő bajnoki mérkőzésen győztesen hagyja el a csapat a pályát. Természetesen, ahogy a szezon elején is megfogalmaztuk, szeretnénk felkerülni az NB2-be. Az az egyértelmű cél, hogy megnyerjük a bajnokságot, és a jövőre az NB2-be folytassa a csapat. A Komárom vezetőedzőjével, Bozsik Péterrel beszélgettek arról, hogy hogyan látta ezt a mérkőzést, miért kapta ki 1-0-ra. Az első félidőben nagyon agresszíven és jól játszott a hazai csapat, akkor voltak lehetőségeik, végül is az egyiket gólra tudták váltani. Szünetben azt gondoltam, hogy nagyon nehéz második félidő vár majd ránk, de hál' Istennek a második félidőre jól jöttünk ki, sokkal jobban meg tudtuk becsülni a labdát. Igazából akkor már az történt a pályán, amit nagyjából mi akartunk. Talán mondhatom, hogy középpályán egy picit sikerült az Ajka fölé nőni. Végjátékban nem voltunk elég pontosak, sajnos. Ami gólt rúgtunk, azt teljesen jogosan Lesz címen ugye nem adta meg a játékvezető. Én azt gondolom, hogy ezzel együtt egy döntetlenre talán jók lettünk volna, azt megérdemeltük volna, de hát ez a mai ez így alakult. Ez egy olyan vereség, ami miatt különösebben nem kell kétségbe esni. Mentálisan vagy fizikailag fáradt le a végére egy kicsi a csapata? Hát én nem éreztem, hogy az enyém elfáradt volna, mert nyugodtan mondhatom, hogy az utolsó pillanatig mentünk az egyenlítésért. Az utolsó 20-25 percben ebből is szerintem egy olyan 80%-ban inkább az történt, amit mi akarunk, vagy mi akartunk. Egész egyszerűen a gól hiányzott a játékunkból, a helyzetkihasználás nem volt megfelelő. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok Önöknek erre az idényre. Köszönöm. Sok volt a pontatlan labda, úgyhogy Schindler Szabolcsot kérdezem meg, az Ajkának a vezetőedzőjét, hogy ő hogyan vélekedik erről. Nem játszottunk jól, a közönség is látta, mindig önkritikusak vagyunk nagyon a győzelmek után is. Zögykülődött a játék több okból, az egyik az, hogy az első fél időben óriási lehetőséget hibáztunk el, tehát több gólszerzési lehetőségünk volt. Nem sikerült gólt rúgni, és azért törvényszerű, hogy ez egy kicsit megfogja a csapatot. Második fél időben, ami az előző hetekben megvolt, a ritmus tudtunk váltani, ma nem tudtunk ritmus váltani. Több oka van ennek, én sejtem, mi az oka. Elemezzük majd a hibákat, és ki fogjuk javítani. Én úgy gondolom, most nagyon jókor jön a kupa mérkőzés, hiszen olyan játékosok is lehetőséget fognak kapni, akik eddig kevesebbet játszottak. Kissé, pár játékos nem volt annyira motivált, mint az előző mérkőzéseken. Ennek csapatoka van, vagy inkább nagyon az egyéni vonalakba kéne akkor beletekinteni? Nem volt alul motivált. Én úgy gondolom, motiváltak voltak a játékosok. Nem ment annyira a játék, ma az ögykülődött. Leveszem a teret a játékosokról. Úgy gondolom, hogy mindig az edző hibás, hogyha nem úgy alakul a játék. Ma is magamra vállalom a felelősséget. A játékosok tették a dolgukat, de nem voltak ma olyan frissek, mint amilyenek szoktunk lenni, de ez adódott abból is, hogy az utóbbi hetekben azért sok nehéz meccsünk volt, és azért ezt ki szeretném emelni, hogy azért tudom, hogy mindenki a jó játékot várja, én is, azért a Komárom nem volt olyan rossz csapat, tudtam előre, én erre készültem, engem nem leptek meg, tudom, hogy Bozsik Péter mindig olyan csapatot rak össze, akik próbálnak futballozni, mondom, a gólok hiányoztak, tehát a befejezések, és ez meghatározza a mérkőzés ritmusát, meg a játékot. Gyönyörű pálkai.
megmozdulás. Szépen helyet csinált magának. Közön pedig Ajka helyzetet alakíthat ki. 16-oson belül a játékos beadás. Ott van, üres a kapu. Felső léc, te jó ég. Felső léc.